Ennél a nyíregyházi cégnél is érezhető az informatikai szakember hiány. Azt mondják, alig lehet megfelelő képesítési programozót vagy rendszergazdát találni, ezért ők is leginkább saját maguknak tanítanak be már meglévő tudással rendelkező IT szakembereket. A hiány Nyíregyházan is nagy, ugyanúgy, mint a világon bárhol. Amit érzünk, hogy sok fiatal megy el Budapestre vagy külföldre, de azonban azért is magas a hiány, hiszen a elmúlt 10-20 évben maga a gazdaság is egyre inkább az informatikára épít, és ez vonza az, hogy még több informatikai szakemberre van szükség. Az országban több helyen is képeznek olyan programozókat, akik ugyan oklevelet nem kapnak, de a végzettséget igazoló papírok nélkül is megfelelnek egy-egy szakterület elvárásainak. A piaci igényeknek megfelelő naprakész tudást kapnak viszonylag rövid idő alatt, és a képzést követően azonnal munkába is állhatnak. A bemeneti feltételek azok igazából mindössze egy érettségi, amit természetesen követ majd egy felvételi folyamat. A 18 hónap alatt munkahelyi körülmények között oktatjuk a diákokat olyan technológiákra, amelyek a jelenlegi munkaerőpiacon nagyon keresettek, és olyan készségeket is átadunk, amik elengedhetetlenül fontosak a cégeknél történő munkavégzésre. Mi oklevelet vagy egyéb akkreditált végzettséget, bizonyító okiratot nem adunk, hanem mi azt mondjuk, hogy ezt kiváltja egy állásgarancia, tehát mi a végzett diákjainkat kiközvetítjük magyarországi nagynevű informatikai cégekhez programozói állásokra. A tanfolyamokon bárki részt vehet, nem szükséges előképzettség vagy reál beállítottság. A képzések 1,5 millió forintba kerülnek, és a 3-4 hónapostól másfél évig tartanak. A kezdő programozók vidéken átlagosan 300 000 forintos bruttó fizetéssel indulnak a pályán.